Hú, és egy kis érdekesség. Akit itt láttok szakállas bácsi Ron mellett, az nem más, mint Dumbledore-nak az öccse. Aberforth Dumbledore a neve egész pontosan. Nóta, megemlítem ezt is kis extraként, hogy Hermione, ne, Wingardium Leviosa-t fogd azt a macskát, vedd elő, aztán a macska menjen be a csőbe, fusson végig a csőben, és így tovább, hogy mehessünk tovább. Köszönöm. Nagyon jó, tehát itt egy könyv. És az a könyv az azért kell, mert nem... Miért kell ez a könyv? Ja, az nem is könyv. Ja, az nem egy könyv, az egy része a címernek. És most, ha minden darabja megvan, most már felépíthetjük. Ez a kocsmának ugye a címere. Hogy is hívják ezt a kocsmát? Várjatok csak. Ismerem a nevét, valamilyen vatkon. És mint látjátok, egy vaddisznót is ábrázol a címer, de milyen vatkon? Ugye két kocsma van Roxmoor-ban, a három seprű, ahova a legtöbb ember szokott járni, illetve ez a másik, ez a vatkon. De milyen vatkonnak hívják ezt? Valamilyen vatkon. Nem jut eszembe a neve, a fene egye meg. Na mindegy. Itt, ó, itt még van további három tag, akit össze kell gyűjtenünk még hozzá. Az egyik az Ginny Weasley, és talán Seamus Finnegan, meg Angelina Johnson. Talán. Ja, viszont akkor tudom, ki az a néger srác, akit az előbb mondtam, az Dean Thomasnak hívják. Most így eszembe jutott hirtelen, hogy emlegettem a többi Gryffindor-est. Jó. Azt mondja, hogy itt nagyon jó, meg vagyunk. Hordó írtás time, ugyebár. Hát ez meg mi lesz ez? Nem hiszem, mert... Jó, ott a baziliszkusz, akit Harry megölt. Na most mi lesz ebből? Kapunk onnan valami szépet, vagy ez hogy van? Egy tollat, egy Phoenix tollat kapunk. Igen, akkor gondolom ez Fawkesnak a tolla akar lenni, és kinek kell adni? Seamusnak? Minek neked egy Phoenix toll, Seamus? Oké, ő dolga. Végül is. Azt mondja, akkor itt van egy ilyen runás szekrény, ez Hermione-nak a sajátossága. Szárnyas vatkonnak hívják ezt a kocsmát talán? Azt hiszem szárnyas vatkon. Mintha ez rémlene legjobban. Meg is etetjük ezt a vatkan fejet almával. Jó étvágyat. Ez micsoda, mumusos láda? Az hát. Na jó, Harry, Harry, gyere dementort írtani. Na, Harry, Harry! Do your magic, please. Mi van ebben? Mi volt a ládában? Kérem ide. Egy, mi ez? Mi ez? Egy csavar kulcs. Kinek kell egy csavar kulcs? Angelina Johnson. Minek neked csavar kulcs? Te tudod. Itt mindenkinek olyan dolgok kellenek, amiket én nem értek meg, de hát ez mondjuk Harry Potternél ez végül is eléggé természetes dolog. Itt a piros, hol a piros? Ó, egy 10 000-es, az nagyon kell ide. Kész van, True Wizard, szuper, halleluja, sikerült összegyűjteni. Már kezdtem félni, hogy nem lesz meg, mert ez itt már szerintem elég gyanús, hogy a pálya vége lesz, hogyha Ginny Weasley-t is megszerezzük magunknak, már pedig Harry meg fogja szerezni magának Ginny Weasley-t. Előbb vagy utóbb. Bábozni kell Ginny-nek, mert ő még mindig ilyen kis kislány lelkű, ilyen... Ilyen Voldemort versus Harry játékot láthattunk, ahol Harry és Voldemort verekedett. És Ginny-nek a Voldemort bábú kell, nem a Harry bábú, hanem a Voldemort bábú. Te Ginny, te kis... És pervers. És így már Dumbledore serege. Hát jó, a filmben ennél többen voltak, itt most csak a főbb karaktereket láthatjuk. Az ilyen random statiszták nincsenek most benne, ugye? Tessék, mindenki vegyen el egy sötét varázslatok kivédése tankönyvet. Csó már nagyon bele van zúgva Harrybe. Level complete! Milyen szép felhős, bárányfelhős eget láthatunk. Egyébként ez filmről filmre fog sötétülni. Egészen addig, amíg ugye a végén egy ilyen esős, beborult hátteret nem láthatunk ugye az utolsó filmnél. Ami ugye azt akarja nyilván jelezni, hogy egyre rosszabbá válik a helyzet a varázsvilágban, ahogy a halálfalok átveszik az uralmat. Voldemorttal karöltve természetesen. És akkor ez további két aranylegó lesz nekünk. Így van. Continue story! Na hát, Umbridge. Milyen szép citás kitűzöd van, most nézem. Visszavarázsolta a könyvüket ilyen nyamvat macskás porzalommal. Rémes.
Levél, te meg merre mész? Ja igen, most találja meg Neville a titkok... Ugye vagyok a szükségszobáját. Majd azt mondtam, hogy a titkok szobáját. De csak titkok kamrája van. Azért Nevillenek nincs ekkora foga, hogy... ilyen legyen a feje, tehát oké, kicsit béna volt a gyerek kinézete még az első pár évben, de aztán egész ember ilyen kezdett el kinézni, mikor már nőtt ugye a színész. Nos, akkor a nagy terem fele fogunk most tovább menni. Itt van Colin Creevy, ez a kis idióta, aki fényképezik, ha kell, ha nem. Na, akkor azt mondja, hogy ide kell egy kulcs. Ide kell egy kulcs, akkor pedig lehet, hogy a Colinnak el kell először is hozni a kameráját valahonnan, és majd ő fogja oda nekünk a kulcsot. Jó. Hol lehet a kamerája? Nézzünk körbe. Itt egy tartály, ezt azt hiszem vízzel kell majd megtölteni, amit megtanultuk az ide illő varázsigét, de azt még nem tudjuk. Jó, akkor próbálkozzunk itt. Jézus, úristen, itt a kamera a padon. Hát egyrészt az oké, hogy én nem veszem észre, de hogy Colin nem veszi észre, mikor ott van mellette, na az azért már durva. Jó, persze én sem vettem észre, az más dolog, pedig ott fény lett mellettem végig. Na akkor itt a kulcs, hol a kulcs? Szuper. Mehetünk a nagy terem felé. Ő meg már folytatja egy szokásos fényképezési tevékenységét egyébként. Mivel ő ugye úgymond sárvérű, tehát mugli születésű gyerek. Hogyha elő akarja hívni ezeket a fényképeket, akkor nem buktatja le a varázsvilágot a fényképeken keresztül? Ezen úgy nem gondolkodtak el a kedves jó emberek, hogy ez így nem stimmel? Mennyi kosz van itt, Fritzsúr maga nem takarít? Tele van kosztal ez az egész hely. Hol van Fritzsúr? Azonnal le akarom őt hordani. Hát azért mi az, hogy nem takarít? Jézusom, itt egy karakterikon és mindjárt beszorulok már megint. Kit találtunk? Dean Thomas. Na akkor mondom én, hogy ez Dean Thomas volt. Jó gondoltam. Nagy terembe megyünk? Menjünk be a nagy terembe. Nem ide kellett jönni. De legalább itt a nagy teremben nem akadozzunk, úgyhogy ez egy egész jó helynek tűnik. És egyébként ez egész szépen meg is van csinálva, szóval erre egy szavunk nem lehet, ez itt nagyon szépen néz ki. Nézzük, mi van a mai nap a menün. Egy csirke, egy egész csirke répával és mindenféle egyéb finomságokkal. Na úgy látom, ez 1/3 volt, úgyhogy akkor van még két ilyen, aha. Na jó, hát ezt gyűjtsük ezt össze, ha már így elkezdtük végül is. Ezen már nem újjon a mai felvételi időnk, hogy ezt a kis hülyeséget itt elvégezzük. Aranylegó for the win! Viszont ha most beakad a játék, akkor abba hagyom. Jó van, nem akad be, halleluja. Na akkor merre is kell tovább menni? Az biztos, hogy nem itt a nagy teremben van dolgunk, hanem valahol itt kint. Ja persze, a szellemet kéne követni. Itt van Fritzsúr, hallod? Mennyi takarítsa! Tűnés takarítani! Nézzétek meg, tiszta szemét minden. Mondom, azt várják, hogy majd én csináljon meg, mi? Egyébként itt van a takarító szerkentyű, itt pedig seprük vannak. Na, fogd meg ezt a seprűt, Harry. És vidd oda Fritzsúrnak. Nesze! Takarít. Harry, add oda neki a seprűt. Egyébként biztos, hogy van, hogy a seprűt kell odaadni neki. És mint látjátok, van egy felhő Fritzsúr feje fölött, ehhez meg kell tanulnunk az oklumenciát, azaz a gondolatolvasást. Ugyanis ez a felhő azt jelzi, hogy épp ez a karakter gondol valamire, viszont ugye ezt most még nem tudhatjuk. Az oklumenciával viszont megtudhatjuk, mi jár a fejében. Adott esetben most Fritzsúrnak, és gondolom ott a seprű lesz majd a kis ikon, és ezt a seprűt kell majd neki oda vinni. Hát egyelőre azért nem fogja elfogadni, mert a gondolatot még nem láthattuk a feje fölött, úgyhogy erre még várnunk kell, de ez majd így fog működni a későbbiek folyamán. Na akkor viszont erre kell nekünk jönni. Aha, megyünk a szükségszobájába, Neville már ott vár minket. Köszönjük, Neville, hogy találtál nekünk egy gyakorlóhelyet. Nélküled nem mennénk semmire. Amúgy tényleg. Neville az egy kemény gyerek lett erre a filmre. Itt egy bajba jutott diák, ezt azért szedjük már ki. Szegényítem, bemasszorúba, pókhálóba. Ez senki nem segít neki, értitek? Itt a folyosó közepén, az senki nem veszi észre, hogy be van fomba pókhálóval. Hát ez is jó vicc. Mondom, ezért aranylegót is fogok még kapni, nem? Nem kapok érte aranylegót? Az anyád úristen itt. Akkor irány a szükségszobája. Na hát nem vér, de ügyes vagy. Pacsi! Kezdjétek is az első órát.
Na Harry, mi a terv? Párbajozni fogtok tanulni? Aha, ez párbajkör. Na lássuk. És akkor kezdődik a párbaj. Almadobáló gép. Hú, ez az Harry, nagyon jó vagy. Csócseng mindjárt. Mindjárt rádugrik, annyira menő vagy. Na hol van Csó, nem mutatják? Mennyire el van ragadtatva Harrytől? Nem, most csak az ikrek vannak elragadtatva Harrytől. Ó, ez az, Freddel és Georgian megyünk, a két legkirályabb karakter. Jaj, ez mi volt? Berakott magától a játék ide az arénába. Na hát akkor, kedves fabábú, játsszuk le, játsszuk le! Magának annyi? Az igen, egy lövéstől megpusztult. Azzal a színnel került eltalálni, amilyen a feje éppen, úgyhogy most egy Lumosszal kell eltalálni. És most újra Wingardium Leviosával. Érdekes mi? Wingardium Leviosával harcolni. Meg Lumosszal harcolni. Ó, most már egy élő ellenfél Csó Csenget kell legyőzni. Éljen! Hadd szóljon! Yay! Csó megpult... ez milyen színű varázslat te? Olyan nekem nincs is. Jaj! De hát nekem nincs olyan színű varázslatom. Ja, most pajzsonzom kell magamat? Vagy ez hogy van? Lehet, hogy az van. Aha, értem már. Szóval amikor lőni fog, akkor nyomjuk a pajzsot. Mondjuk most. Előre készülünk rá. Visszaverjük rá a támadását. Jó. És most akkor ismét Wingardium Leviosa párbaj következik. Gyerünk, 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 gyerünk! Oj, milyen epikus küzdelmek! Párbajozás! Feloldva! Aranylegót ide, köszönöm! Ennyi volt. Már is karácsony van? Na, Ginny már nézelődik. Ginny már nézelődik, de még nem most. Még nem most. Harry meg már most elpirul. Mi van? De hát neked most nem is Ginny tetszik, még Harry. Ott a Cedric Juice. Ott a Cedric Juice. Ajaj. Fagyöngy. Fagyöngy, mi lesz most? Jézus úristen, mindjárt rárakom a 18 karikát a részre, mert hát ez itt már... Ez már nem nézhetnénk meg a kisgyerekek, hát ez... perverzkednek. Ennyi volt, megyünk haza. Karácsony van, vége van, karácsonyi szünet van. Megyünk innét hazafelé, gyerünk, egy-kettő. Egy perccel se többet ne töltsünk itt a Roxfordba, hogyha éppen mehetünk haza. Bontsuk ki az ajándékokat a karácsonyi falat egy-kettőre. Na nézzük, merre kell menni. Igen, vissza a klubhelyiségbe? Miért a klubhelyiségbe megyünk? Az nem a hazavezető út. A Roxford Expresshez kéne menni. Nem igaz? Dehogy nem. Nekem mi mindig igazam van. Kivéve, amikor nem. Még mindig a klubhelyiség felé megyünk. Aha, oda fogunk menni, abszolút. Nem az abszolútra, értitek? Klubhelyiségbe. Ha azt mondom, hogy abszolút, akkor a Harry Potter, nem mindenki arra gondol, hogy, hogy a Harry Potterbeli abszolútra gondolok, szóval. Ez egy új pálya? Legyen úgy új pálya, léci, 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 léci. Jézusom, mint egy második baziliszkusz olyan. Harry elkezd álmodozni ajtókról, meg Mr. Weasleyről. Harry, furcsán majd vannak. A kígyó megerőszakolja Mr. Weasley-t. Vagyis a kígyó hipnotizálja Mr. Weasley-t. Pedig ez nem így történt, hanem jól megharabdálta. Meggalagolj, nagyon menő a hálóruhád. Na igen, akkor szerintem most megyünk el okrumenciát tanulni Piton professzorral. Gondolok, hogy Potter! Amúgy nem, pont azt mondta neki, hogy ürítsd ki az elmédet, Potter! Na hát akkor tanuljunk okrumenciát, megint itt vagyunk a játszótéren, ahonnan indultunk ennek a filmnek az elején. És akkor most emlékeket fogunk felderíteni Harry múltjából. Éljen egy karakter ikon, Dudley's gang member.
Az egy nagyon jó dolog, menjünk fel a csúszdán. Azért ez így egyszerű a készítők részéről, hogy így lecsalnak egy egész pályát, hogy gyakorlatilag elmegyünk ugyanoda, ahol egyszer már voltunk. Hát itt csak minimális átalakításokat kell végezni a pályán. Ugye maga a textúra az ugyanaz, mint a előző ilyen pályán volt. Így egyszerű pályákat lecsalni. De mi nem tudunk fölvenni sajnos, mi nincs vízli varázs vittes dobozunk, amiből ki lehet szedni ezt a tapadós talpú cipőt, amin föl lehet mászni falakon. Szóval akkor megint csúszázunk, ha már itt vagyunk a játszótérem. És ismét csak tönkre tesszük a berendezést. Na, Piton professzor, van kedve egy libikókázáshoz? És Piton professzornak van kedve? Hát azért ennél valószínűtlenebb dolgot el tudok képzelni, mint hogy Harry és Piton professzor libikókáznak együtt. Mint egy apa és fia. Tud valaki ásni? Piton professzor maga tud ásni? Nem tud ásni. Viszont ő tudja használni az okklumenciát. Úgyhogy akkor váltunk is rá. Mert ott Dudley feje fölött van is egy ilyen felhő. És akkor lássuk Dudleynak. Egy tortára van szüksége, mert tömnie kell azt a ronda nagy kövér fejét. Úgyhogy keressünk tortát akkor. Valahol csak lesz egy torta. Lehet, hogy ki kéne ásni, vagy valami egyéb. Várjunk, csak itt szét kell lőni darab. Aha. Most építünk valamit. Az igen, egy markolós kocsi. Jó, akkor ezzel fogunk majd ásni. Ó, mennyi pénz. Ó, mennyi pénz. Ide nekem mindet. Jó van, akkor szálljunk be, és akkor van itt több ásnivaló is, ha jól láttam. Például itt van egy. Akkor ássuk ki először itt ezt. Lássuk. Ezzel jól lassan megy az ásás. Aha, és ez pedig egy mi is lesz ez? Harry, ásd már ki! Ad Isten áldjon meg. Egy pajzsdarab, akkor megérte, jól van. Pajzsér mindig megéri. Az irányítás az pontosan ugyanolyan szörnyű, mint az összes járműnek az irányítása a TT Games féle LEGO játékokban. Tehát minősítetetlen. Nem is ásott Harry. Vagy ássa? Lehet, hogy ássa, csak nem látom jól. Na most már jobb lesz így. Na lássuk ebben mi van. Nem is kifele ássa, hanem befele a földbe, azt nézem. Érdekes logikád van, kedves Potter. Pénz. Ebbe csak pénz volt. Akkor viszont most már ássuk ki ezt a tortát. Aha. Vagy ez nem egy torta lesz? De hát ebben a tortának kell lennie. Ja, értem, ez a tortának a kis tartója. Aha. És ott a torta benne, így is van.